fordításból. Ha jól emlékszem, talán a díszlettervező, vagy a kosztó, valamelyik magyar munkatársal kicsit felemelte a hangját. Hát ez gyakran előfordul egy forgatásnál. És a Brandau oda jött hozzám, és azt mondta, hogy Herr Liebig, én hazamegyek Bécsbe, mert én ezzel a pasossal nem tudok dolgozni, ez ordibál a munkatársakkal, és akkor én akkor elmentem leültettem az Andrást egy kávéra, és mondtam neki, András, ide figyelj, én tudom, hogy ez egy hülye, de egy nagyon jó színész. És pont olyan, amilyen a aminek elképzelek egy Standartenfürer. Ennek ilyen a természete. Arra kérlek, hogy védj erőt magadon, menj oda a Brandauerhez, és kérj bocsánatot az ordításért. Az András erre azt válaszolta, de hát André, hát nem is vele érdektelen. Ahhoz, hogy ez a film tovább menjen, ez a forgatás, menj oda, ennek akkora egója van, mint a Mount Everest, ennek a Brandauernek. Menj oda hozzá, és mondd neki tolmáccsal persze, de mondhatod angolul, aztán beszéltem. Kér tőle bocsánatot, és ígérd meg, hogy többé nem fogsz ordítani. Ugye, nagy nehezen rávettem, és oda ment, és bocsánatot kért a Brandauertől. És így tudtuk aztán folytatni a filmet. Világos, elkészült a film forgatása. Forgatás közben bármit változtattatok a forgatókönyvön? Én úgy gondolom, hogy lényegében nem. Világos. Ugye kétféle rendező van, illetve hát sokféle van, de lényegében a Hitchcock az úgy írta meg a forgatókönyvet, és úgy írta meg minden beállítást lerajzolt. Hogy a Hitchcock filmet akárki le tudta volna forgatni, nem is kellett volna Hitchcock. A másik véglet az a Fellini, aki gyakran forgatókönyv nélkül nekiállt egy filmet forgatni. Világos, az András melyik típushoz tartozott inkább? Ott inkább a Hitchcock, szóval neki azért volt egy elég precíz, a forgatókönyvet át kellett venni mind a két szerkesztőségnek. A nyers változatot, tehát a még zene nélküli, de már összeállított és nem zörejezett, mert ugye hát ezt szinkronizálni kellett mind a két nyelvre. De a német színészek németül beszéltek, a magyar színészek magyarul beszéltek. De gondolom az egész, a tényleges hanganyag az ilyen utószinkronnal történt, ugye? Tehát persze. Tehát ott csak tulajdonképpen csak azért beszéltek, hogy a szájuk mozogjon. Hát nem egészen. Én erre már pontosan nem emlékszem, de természetesen utószinkronnal készült, igen. Igen. Na most ugye az utómunka... Nem, hát a magyar színészeknél nyilván megtartottuk a magyar változatban a saját hangjukat, és a német színészeknél is megtartottuk a saját hangjukat. Világos. A német színészeknél, a német színészek azok, nem is emlékszem, szinkronizálva lettek, vagy feliratozva a filmben? Szerintem feliratozva. Feliratozva talán. Sőt, volt német szerepben, kisebb szerepekben németeket játszottak magyar színészek. Világos. Azokat németre szinkronizálva tették be a magyar filmbe felirattal. Világos. A német változatban, tehát amit Németországban mutattatok be, igen, abban a magyar szövegeket szinkronizálták, vagy feliratozták? Szinkronizálták. A CD-ben nem ment. A német televízióban olyan, hogy felirat,
nem létezett. Világos. Egyébként a magyarban se nagyon. Nem. A magyarban se nagyon. Én egy olyan televíziót tudok, ahol uralkodó volt akkoriban a feliratozás. Ez a jugoszláv televízió volt. Ott uralkodó volt a feliratozás. Na mindegy, nyilván azért, mert nagyon sok nyelvre kellett volna szinkronizálni. De tudod, hogy kitalálta ki, vagy kivezette be a szinkronizálás a feliratozás helyett? Nem. Mussolini Olaszországban. Aha, értem. Azt mondta, hogy minden filmnek olaszul kell beszélni. Világos. Jó. De azt tudjuk, hogy a Mussolini egy hülye volt. Igen. Jó. Az a kérdés, hogy van-e olyan történeted, vagy olyan dolog, amire filmnek az utómunkálatai kapcsán emlékszel, tehát a... Hajaj! Vágás, ilyen. Igen, nézd, soha nem volt az Andrással komolyabb nézeteltérésünk. Soha. Tényleg. Nem így a Brandauerrel, hát persze, hogy rákényszerítettem szegény Andrást, hogy bocsánatot kérjen a Brandauertől. Hát ezt nem szívesen, tehát ki tesz ilyet szívesen, világos, nem? Világos, igen. Na most a Brandauer szerződésében benne volt, hogy a Gázsiában, ami nagyon rendes gázsi volt, én fizettem természetesen a német színészek gázsiát, nagyon rendes gázsia volt, és benne volt a szerződésében, hogy a szinkronizálásban a német nyelvű szinkron, utószinkron benne van. Összegnagyságrendekre emlékszel? Igen. Akkor 20 ezer márkán kapott a Brandauer gázsit. Uh-huh. Ami, te ezt nem tudod, 75-ben ezért egy első osztályú top of the line Mercedes lehetett venni. Világos. Talán a németországi árakhoz képest, vagy a hollywoodi árakhoz képest hogy nézett ki? Hát Hollywoodot most felejtsük el. Németországban ez egy televíziós film volt, azt ne felejtsd el. Ami azt jelenti, hogy alacsonyabb gázsikkal működött, mint a film, ugye? Hát elvben igen, de ez a 20 ezer márka, ez egy rendkívül magas gázsinak számított a televíziós játékfilmekben. És hogy intézted el, vagy ki és hogyan intézte el, hogy ilyen maga, hogy az átlagnál magasabb legyen? Hát én, hát ki más. De miért intézted el? Láttad benne a tehetséget? Hát nyilván láttam, mert máskülönben nem őt szerződtettem volna, nem? Világos. Láttad benne a potenciális Oscar-díjat? Nem, hát azt senki sem látta. Oké, jó, tehát láttad benne a tehetséget, nagy pénzt szereztél neki. Tudtad-e, hogy a magyar színészek mit kapnak? Nézd, az alapjában rábíztam az Andrással, mert azért olyan behatóan nem ismertem a magyar színészvilágot. Jó, hát persze, aki játszott, például Esztergályos Cecília játszott az októberi vasárnapban, a Hungária Kávéházban. Egy csomó magyar színészt ismertem személyesen is, de a Bács Ferit például nem ismertem. De ezt rábíztam az Andrásra, és megbíztam benne, joggal, mert nagyon is jó a Bács Feri abban a filmben. Hogyne. Tehát azt mondtad, hogy voltak az utószinkron, igen. A vágás kapcsolatban. Mondom a Brandauernek, hogy technikai okokból, mert hát ugye... sok forgatás volt eredeti helyszíneken, ahol nem lehetett használni az eredeti azt a hangot, mert bele nyikolgott a villamos, vagy mit tudom én mi. Szóval azt újra kellett szinkronizálni. Magának, Brandauernek. És azt mondta, jó, de azért külön fizetsz. Képzeld el, hogy nem volt hajlandó saját magát szinkronizálni, mi benne volt a szerződésében,
Csak úgy, hogyha még egyszer 2000 márkát fizettem neki azért a napért. És akkor a Brandauer újra Budapestre utazott? Vagy mi történt? Nem, hát a német utószinkron az Münchenben volt. Hát miért csinálnánk a német utószinkron Budapesten? Nem tudom, ugye előbb beszéltük róla, hogy nem voltak elektronikus idők, tehát mindennek fizikailag kellett mozognia nyilván, tehát a filmkópiáknak, a... Persze, ráadásul 35 milliméteres. Aha, jó. Mert Magyarországon ez egy mozifilm volt. Igen, igen, igen. Tehát ez volt a konfliktus a Brandauerrel. A Brandauer maga volt a két lábon járó konfliktus. Világos, értem. Volt-e a vágás környékén egyéb történet? Tehát akár politikai, akár filmvilágbeli, bármilyen szereplő mondta-e, hogy vágjatok ki valamit, vagy szóval bármi fajta ilyen... Én ilyenről nem tudok, és amúgy is én azt mondtam az Andrásnak, hogy András, hát ez szimpatikus színben a főhősünk egy hortista katonatiszt. Hát te tudod, hogy milyen rendszer van itt? Azt mondja, azzal te ne foglalkozz, azt én elintézem. Igen, de ezzel nem is foglalkoztál ezzel, tehát nem tudod, hogy... Hát de, hogy foglalkoztál? Hát de nem, én nyugatnémet voltam, nem magyar. Világos. És én mindmáig csodálkozom, hogy ezt a filmet, ami ugyan Hortit nem is kell rehabilitálni, mert Horti tényleg nem játszott egy jó szerepet, de ott például az Ilona, az édesemjúai grófnő, akit aztán személyesen is megismertem, idős asszonyként, az egy gyönyörű asszony volt. 89 tájban neki megjelentek a kiugrási emlékiratai Magyarországon. Igen, tudom. Az aktívan szorgalmazta, és mindvégig meg volt győződve, nekem is mondta, hogy a férjét a németek ölték meg. Igen, ez egy aktív legenda volt Magyarországon. Élt is itt Magyarországon ez még a később is ez a legenda. Tehát nem csak a grófnő gondolta magát, de ez ugye volt is egy ilyen szóvic, hogy ugye az Rínyi Miklós, a Bécsi Kamarilla által feltűzelt vatkan ölte meg. Igen, ebben egy szó nem igaz, eszükbe nem jutott megölni. Tudjuk, azt mondta, ma már pontosan tudjuk, hogy miért zuhant el a gépe. Igen, igen, igen. Visszatérve az Andrásra, az az András koncepciója volt, vagy a tiéd, vagy közös, hogy maga Horthy Miklós ne legyen egy ilyen, tehát mindig a háttérben maradjon, ugye csak egyetlen egyszer bukkan fel, és akkor se szólal meg. Tehát, hogy ne Horthyról szóljon, hanem a Horthy környezetéről, vagy a Horthy embereiről szóljon a film. Hát nézd, először is tisztázzuk, hogy ezt a kiugrást, ez Horthy Miklós pontosan ezért baszta el, mert soha semmilyen igazi döntés hozni. Nem úgy, mint a román király például. Ő mindig, jaj Istenem, akkor most csak az angol szászok előtt tegyük le a fegyvert, vagy az oroszok előtt is, jaj Istenem, az szovjetek, a komsiket. Hát tudod, hát ez a történet. Igen, na most az a kérdés, hogy melyikőtök döntött úgy, hogy ne, hogy a Horthynak ezt a bizonytalankodását, ez csak a emberein keresztül mutatjátok be, és ez közös döntés volt, és ez sajnos megfelel a valóságnak.
Tehát a valóságnak megfelel, csak mondjuk az előbb idézted, vagy az előbb emlékeztél a Bokor Péterre, ő rendszeresen ezekben a századunk darabokban, ő a Hortit szerepeltette, már mint a Hortit alakító színész szerepeltette ezekben a picike tévéjáték részletekben. Hát az elég szar is volt. Okay, én, tudod, ez mindig amúgy is nagyon rizikós, hogy jól ismert történelmi személyiségeket, akiket megéltünk személy szerint, még 75-ben ugye Horthy még nem élt már, de hát azért sok ember látta, én is például élőben. Én kétszer is gyerekként láttam Hortit. Tehát ez mindig rizikós ilyenek. Ezért döntöttetek úgy? Tehát ez volt a döntés? Lényegében én úgy gondolom, hogy elég pontosan megformálta András ezt a filmet. Magát Höttlt is, aki amúgy nem volt egy olyan vérnősző rémes alak, mint Skorzeny. Világos. A filmben ugye a Tóth Gyula Bács Ferenccel kapcsolatban egy fontos, mármint a film szempontjából fontos magánéleti szál van, ugye egy ilyen szerelmi történet. Igen. Ezt a szerelmi történetet gondolom fiktíven tettétek be, tehát ez erről nem volt gondolom dolgozni. Hát ez az Andrásnak. Nézd, az András, aki egy kiváló rendező volt, de ő nem úgy, mint a Makkarcsi, aki nagyon-nagyon értett a nők ábrázolásához. Az Andrásnak nem ez volt az erőssége. Igen. És ez hogy jön most ide? Az András, azt szokták rá mondani, hogy szikár filmeket csinált. Szóval hogy jött bele a szerelmi szál, ott tartottunk? Hát ez nyilvánvalóan, hogy ennek volt-e valós alapja, azt nem tudom, és azt valószínűleg senki nem tudja, mert hát az a Tosznak a magánügye volt. De hogy írtátok a forgatókönyvet, hát valahonnan jött az ötlet, hogy beleírjátok. Hát az a András ötlete volt nyilván. Világos. Jó. Én nekem meg kell mondanom, hogy ezek a magán részletek az, ami nekem a legkevésbé tetszik a filmben. Világos. Olyanokat kérdeznék még, hogy a filmnek a film nekem így akkor is, mármint amikor én ezt láttam, én ugye viszonylag fiatal voltam, amikor ezt a filmet láttam, de azután is, tehát később is. Te a Kádár korban láttad azt moziban? Hogyne, én akkor, amikor bemutatták, azonnal láttam. Nagyon kedveltem a filmet, hogyne. Ez volt az első Kovács András film egyébként, amit láttam. És azt figyeltem meg, hogy egy csomó, ha úgy tetszik, díszlet, az nem stilizált volt, hanem hiteles. Tehát az egyenruhák hitelesek voltak. Erre nagyon ügyeltem. Végül is én a dokumentumfilmből jöttem. Aha. És még majdnem kivétel nélkül, talán egy vagy két kivétellel, összesen én 77 filmet csináltam valamilyen minőségben. Igen. Vagy mint író, vagy mint rendező, vagy mint producer, vagy mind a három együtt. 77, ez azért nem kevés. Elismered? Igen. Igen. És a... És a túlnyomó többsége, akkor is a játékfilmek, valós történeteken alapult. Mert én a dokumentumfilmtől jöttem. Világos. Ezek az egyenruhák, autók, fegyverek, stb. Ezek a ma film tulajdonában voltak? Vagy hadtörténeti múzeum? Vagy nem emlékszel? Sok minden helyről. Hát például a tankok, a német tankok, azok a honvédség, a
néphadseregtől voltak, csak egy kicsit ki lettek egészítve, meg át lettek festve. Notabene a néphadseregnek olyan tagjai voltak, emlékszel a jelenetre a várban a német tankokra? Egy darab tankot lehetett működésbe hozni. A többit nem lehetett el se indítani. Mi lett volna az a világháborúban? De valószínűleg ezek T-54-es tankok voltak a valójában, tehát nem német tankok. Lehet, hogy inkább T-34-esek. 75-ben? Hát lehet, nem tudom. A T-34-es különben egy kiváló tank volt a maga idején. Csak akkor az már egy... Elavult modell. Akkor 30 éves konstrukció, mindegy. Az oroszoknál még most is ott vannak. Nem, azt hiszem már nincsenek. Ezek már újabbak azért, tehát azért ezek ilyen... Igen, azért ezek újabbak. De az újabbakkal is nagyon ügyesen lehet verességet szenvedni ebben az ukrán háborúban, tehát ez mindegy. Tehát azt mondod, hogy egy tankot nyilván ezt nem... Mozgatni egyet lehetett. Igen, a többit nem te szervezted. A többit trélerrel vitték oda, igen. És a katonák, a magyar katonákat, akik a filmben magyar katonák, azok valódi magyar katonák voltak, a statiszták. Aha, csak beöltöztettétek őket. Csak azok a horti egyenruhákba. A német katonák, most jön a csattanó, azok szovjet katonák voltak. Az SS-eket szovjet katonák játszották. Miért? Akár csak most. Miért volt ez a döntés? Hát mert azok olyan boldogok voltak szegénykék, mert a Kádárkorban nem jöhettek soha ki a kaszárnyákból. Oké, miért döntöttetek így? Nem én döntöttem, hát ez a rendező feladata volt. Döntött úgy, hogy volt még egy ok. A szovjet katonák között szép számmal akadt olyan valódi germán kinézésű, tudod, hogy vannak ilyen oroszok, szőkék, magas növésű, kék szemű. Hát vagy fordítva, hogy a poroszok között nagyon sok szláv van, inkább ezt mondanám. Hogy ugye a poroszok azok nagyon szláv, tehát ilyen szláv lengyel. Igen ám, de jöttek ezek a szovjet katonák, és nekem kellett végigmenni és kiszűrni a ferdeszemű mongol, meg tatár származásokat, mert olyan nem volt az SS-ben. Nyilván, ezeket kiszűrted. Ezeket mondtam, hogy te menj, hát sírt, mert szeretett volna ott maradni. Világos. Milyen mennyiségről volt szó, már nem emlékszem, mennyi magyar katona, mennyi orosz katona kellett? Hát kevesebb, mint 100, de több, mint 50. Világos. Na most, volt még ugye a horti testőrség. Igen. Arra valamilyen módon valaki ügyelt-e, hogy ahogy a Hajdú Tibor, aki ugye hadtörténettel foglalkozik, meg katonatisztekkel foglalkozik, az ugye sokat beszél arról, hogy hát van egy külsődleges kinézet, ami egy kvázi elvárás volt ahhoz, hogy valaki egy testi kinézet, egy arckifejezés, ami ahhoz kellett, hogy valaki katonatiszt legyen. Igen. Hát ennek a Bács Ferenc tökéletesen megfelelt például külső... Arra ügyelte valamelyikőtök, hogy a katonatiszteknek valamilyen értelemben egy ilyen magyar nemesi vagy magyar gentry, hát nem tudok másképpen fogalmazni, arcformája vagy testtartása vagy. Hát természetesen erre ügyeltünk, magát a testőrséget, aki ilyen díszegyenruhában látszik a filmben, azokat általában
hátulról mutatta a film. Emlékszel? Nem, de elhiszem neked, nem emlékszem erre. De azoknak csak be kellett tanulni, hogy hogy kell ott gyalogolni, hogy kell vonulni. Ugye, ez a Hortinak a mániája volt ez a, ez a fajta alabárdos. Vagy az András, hát melyikőtök tudta, hogy milyen díszlépések vannak, meg hasonlók? Hát a Hadtörténeti Múzeum tudta. A szakértők ellenőrizték az egyenruhákat, meg mindent. Aha, akkor voltak szakértőitek. Persze, hát a Hadtörténeti Múzeum. Még a német egyenruhákat is ellenőrizni kellett. Hát azért olyan pontosan én se tudtam, hogy hol volt a vaskereszt, meg mit tudom én mi. Hát szóval, és mondta, nem, hát ezt nagyon nagy súlyt fektetünk mind a ketten arra, hogy a legapróbb részletig is stimmeljen minden. Igen. Arra... Például, megmondom igen. neked, természetesen nem voltak német tankjaink. Igen. Mert honnan vegyük őket? Igen. A szovjet tankokat korszakbeli fotók és filmek alapján furnér darabokkal átformáltuk, hogy ne csak a felségjel, ez a, meg a homokkereszt legyen rajtuk, hát az könnyű ráfesteni, hanem a formájuk is megfeleljen az akkori korabeli pancereknek. Igen. Ugye voltak ágyuk is a filmben, ott legalábbis ott volt az a barikád ott a várban. Hát a páncértörő ágyú volt egyik, volt. Igen. Meg hát gépészők is voltak. Igen. Na most a budapesti utcarészleteket részben ugye a Niki elrablása kapcsán meg hasonló, azokat ott átalakítottátok gondolom az utcát, hogy... Hát nézd, azért Budapest viszonylag mondjuk Dresdához vagy Berlinhez képest, Budapest inkább az ostromtól szenvedett, nem a bombázásról. És egészen más, hogy egy tanknak a lövege, a lövedéke, a villám kapott egy ilyet, és akkor lett egy méteres jogházba, de messze nem omlott össze. Ha az amerikaiak kidobtak egy 2 tonnás bombát egy berlini házra, akkor abból csak egy romhalmaz maradt. Világos. De az nagyon szép, arra emlékszem a filmből, hogy azt nagyon szépen megcsináltátok, hogy nem maradt benne olyan utcabútor, vagy olyan tárgy, ami nem lehetett akkor. Nem, hát ezeket mindig lecseréljük, persze. Világos. Igen. Na most hát én mindig azt szoktam mondani, hogy a filmrendező vagy a filmproducer olyan, mint a jóisten. Világos, újra teremti a valóságot. Újra teremti. Igen. Na most a helyszínek kiválasztása Budapesten belül. Hát az közösen történt, mert végeredményben én is egy budapesti gyerek voltam. De a helyszíneket az szerint választottátok ki, hogy a eredeti helyszín mi volt? Tényleg, ahol lehetett, ott az eredeti helyszínt igen, használtuk. Igen. Hát persze, erre már nem emlékszem, de biztosan volt olyan valódi helyszín. Hát amit egyszer elpusztult például. Hál' Istennek a várat nagyjából Kádárék már úgy nagyjából helyreállították. Igen, az addigra megvolt már, sőt, a másik oldala az túl is volt ugye építve, mert ott már fölépült ez a középkori rész is, a kis toronya, meg egyébek, de onnan nem forgattatok semmit, szerencsére. Ott nem mert a Palota udvaron forgattatok. Nem, mi nagyon, és ez volt a feladat is Németországban, hát ez egy dokumentumjáték volt, tehát ahol csak lehetett, az eredeti helyszíneken forgattunk.
A fekete-fehérség az a te döntésed volt, vagy az Andrássé? Hát ez adta magát, mert ugye azért van egy pár archívum felvétel ebbe a filmbe. És nem akartátok, hogy éles kontraszt legyen? Szerintem nem lett volna a film hiteles, ha színes. Világos. Tudod, az érdekes dolog az, hogy sokáig az emberek szemében a 20. század történelme fekete-fehér. Amíg, mert nem volt színes film róla. Világos, csak mostanában jelent meg ez a második világháború színesben című. Igen, igen. Volt már, csináltak már híradókat az amerikaiak is, és a németek is csináltak már színes híradókat. Világos. Tehát ez nem csak a digitális korszaknak a terméke, hanem korábban nem. is. Világos. Igen. Jó. Alapban mégis a második világháború, ha arra gondolsz, és látsz egy képet, az biztos, hogy fekete-fehér lett. Nyilvánvaló, igen. Na most az a kérdésem, hogy a valódi szereplőknek a tehát akik valódi történelmi szereplők voltak, azoknak az arcképe, vagy ilyenek megvoltak nektek, mielőtt színészt választottatok, vagy nem? Hát nézd, úgy gondolom, hogy ez, ennek nincsen különösebb jelentősége, mert a színészeket annak alapján választjuk, hogy milyen jó színészek. Világos, de tehát nem, ez nem volt szempont, világos. Nem. Nem. Nem, mert egész biztos nem találtuk volna olyan kiváló színész, aki mondjuk a kis Hortit, a Mikit valóban egy olyan színész játsza, aki hasonlított a Miklósra. Na látod, azért volt egy ilyen szempont. Az András egyszer nyilatkozott... Na de hát ennek egy mikroszkópikus szerepe van a filmben. Igen, igen. Kovács András egyszer nyilatkozta, vagy mondta, már nem is tudom, hogy hát sok évvel a film forgatása után ő találkozott a Tosz Gyulának a testvérével. Nem és tudtam. És a Tosz Gyulának a testvére az olyan volt, mintha Bács Ferencnek a testvére lenne. Tehát a testvére nézett ki úgy, mint ahogy a... De jó, ezt nem tudtam. Viszont, hálás vagyok, hogy elmondtam. Igen. És hogy ő ott megmutatta a Tosz Gyulának a képét, ez a testvér mutatta meg neki a Tosz Gyulának a képét, és ugye egy ilyen alacsony, köpcös, tehát egy teljesen más típusú figura volt, mint maga a bács. Igen. Ez nem is lehetett szempont. Világos, tehát ez nem volt szempont. Jó, elérkeztünk mondjuk a bemutatóhoz. Vannak-e élményeid a bemutatóval kapcsolatban? Hát úgy emlékszem, hogy ez a Vörös Csillag moziban volt. Nem? Nem tudom. Elképzelhető. Hát általában ott mutatták be a filmeket. Világos. A díszbemutatót. Igen. Arra emlékszem, hogy engem is fölvonultattak ott a pódiumon. Hát nyilván az egy nagy esemény volt, hogy egy híres... Hát először is a nyugatnémet, vagy egyáltalán nyugati koprodukció, minden magyar részvevő, akár technikus, akár színész, vagy statiszta, dupla gázsit kapott. Világos, hát ez egy fontos dolog volt, ez ugye a különbözött Kelet-Európától is, különbözött a magyar átlagtól is, világos. Persze. Igen, igen, igen. De nincsenek különösebb élményeid a bemutatóról? Nem, hát óriási taps, meg minden, hát de az mindegy. Korabeli kultúrpolitikai szereplőkről tudsz, akik jelen voltak? Hát Acél György nem volt ott. Acél György nem volt ott. Ismertem személyesen Acél Györgyöt különben.
más ilyen kultúrpolitikai kiválóságok, vagy rangos emberek? Hát talán nem tudom, hogy ki volt akkor a Mafilmnek a vezérigazgató, ő biztos ott volt. Általad fontosnak vagy híresnek tartott más színészek, más rendezők voltak? Hát nyilván ott volt egy pár magyar rendező, meg ilyesmik, szóval... De nem emlékszel, tehát nem emlékszel. Nem, mert hát ez általában a bemutatóknak a közösségénél világos, ott volt. Világos. Volt utána fogadás? Persze. Értem. Arról... Volt libamájos szendvics. Értem. Amit imádok. Értem. A libamájas szendvics, annak volt bármifajta zsidó kontextusa akkor? Tehát eszedbe jutott, miért lett volna? Hát a libamáj nem zsidó vallású. De. Tényleg? De abszolút, igen. Tehát abszolút kimutatható, hogy tehát van olyan, hogy étterem szociológia, és kimutatható, hogy főleg azok az éttermek használnak liba alapú ételeket, amelyek valamilyen mértékben akarják mutatni a már nyilván a na nyilván, hát mert ugye a tengergyümölcsei nem kóser, a serdéshús nem kóser, tehát ezeket eleve nem használ. Nem kóser, mert a konyha az nem kóser, tehát kóseré nem változtatja az ételt az, hogy libából készül, de mégis inkább azt mondanám, hogy üzen valamit. Tehát akkor nem volt egy ilyen érzésed, vagy gondolatod, hogy... Ja, nem, akkor nem volt. De a liba az kóser, azt nyugodtan meg lehet enni. Igen. És a máját is. Volt-e a filmnek bármilyen olyan kontextusa, bármilyen szakaszában a filmkészítésnek, amikor a... zsidóság, munkaszolgálat. Nem, és ehhez nem is volt köze. Volt köze, és van olyan, mert ez az a magyar film, amiben lehet látni nyilasokat. Alig találsz magyar filmet, amiben előfordulnak nyilasok. Kétségtelen tény, de az, hogy például nincsenek benne ugye semmilyen értelemben... Hát van egy jelenet, ahol a zsidók leveszik a sárga csillagot, mert hallották a hortuszóhoz. Én is hallottam gyerekként, képzeld el! Igen. Ennek a sárga csillag levételi jelenet ről van valamilyen plusz emléked esetleg? Nem, hát azok statiszták, vagy kis szereplők, akik... Világos. Még az sem biztos, hogy zsidók voltak. Igen. Tehát tulajdonképpen ilyen értelemben a bemutatóról nincsen további élményed, de van... Nem, hát megadták a módját, mint minden komolyan. Jelentős lépés volt, mert azért a 70-es években nyugat-német koprodukció rajtam kívül... Nem nagyon volt, igen. A következő a Kabai Gyöngyösiek voltak. Igen, a kritikai fogadtatásról emlékszel valamire? A németre, az jó volt. Aha, magyarra nem emlékszel. Hát nem itt éltem, barátom. Világos, de mondjuk a... Gondolom Andrással folyamatos kapcsolatban voltatok, gondolom leveleztetek. Most élete végéig jó barátok maradtunk. De leveleztetek, telefonáltatok. Hát én nem vagyok egy levelezős típus. Telefonáltatok? Igen, mert megkért engem például, hogy szerezek neki egy francia színész,
ilyesmi. Ezt persze boldogan megtettem. A Vörös grófnőhöz úgy emlékszem, hogy kellett neki egy, mindjárt szembe jött a neve, melyik francia színész. Szóval ilyen értelemben igen, meg együtt ugye elmentünk ezbe, az már utána volt. Igen, az nem... igen, ezt az előbb említetted. Igen. Nézd majd meg, mert érdemes megnézni az a neten. Jó, fogom, ígérem. Ezt az Nem, hát tartottuk a barátságot, de hát utána én azt a nagy hibát elkövettem, hogy a következő koprodukciót a Bacsó rendezte, mert láttam a Tanút, és nagyon tetszett, még mindenkinek tetszett a Tanú. Hogy és azt hittem, hogy a Bacsó egy jó rendező. Igen, térjünk vissza még az Andrásra, ha lehet. Persze. András későbbi munkáinál, például a Vörös grófnőnél fölmerült, hogy valamilyen módon közreműködsz? Erre nem emlékszem, de természetesen nem, mert a Vörös grófnőhöz azért Németországnak nem túl sok köze volt. Nem, valóban így van. Még az októberi vasárnap maga az esemény is egy koprodukció volt. Nyilván. A német kritikai fogadtatás. Az nagyon jó volt. Az szaksajtóban történt, vagy szóval mit tudsz arról mondani? Nem, hát akkor még létezett televíziós kritika, ami ma gyakorlatilag már nincs. Nem? Mint hogy a napilapokban megjelenő... Igen. Nézd, én előfizetője voltam egy szolgáltatásnak, amit úgy hívtak, hogy de Rausnit, a kivágás. Világos. Sajtófigyelő szolgálat volt. Magyarországon is volt, igen. Fizetni kellett érte, és akkor ők kivágták a kritikákat az összes igen. elérhető nyugat-német újságból. Hogyne, ez az Ez megvan, ez meg is van nekem, ha akarod, rendelkezésedre áll. Köszönöm szépen. Ha össze tudod hasonlítani, akkor a hasonló jellegű filmjeidhez képest jobbnak vagy rosszabbnak tekintheted a fogadtatást, a németországi fogadtatást? Hát ezt nehéz megmondani, mert mit jelent az, hogy fogadtatás? Jó, Az volt az érzésed. Az volt az érzésed, hogy ettől a filmtől fölfelé tart a pályád, vagy stagnál a pályád? Vagy hát természetesen fölfelé ment a pályám. Értem. Hát azért játékfilmként, nem ez volt az első játékfilmem, német, de az első koprodukciós játékfilmem. Ez volt. Aha. Ettől kezdve egyiket a másik után csináltam, de azt kell mondjam, hogy szerintem a játékfilmek közül, amit Magyarországgal koprodukcióban csináltunk, mert ugye volt a Hungária Kávéját, volt az Einstein, az is koprodukció volt több országgal. A játékfilmek közül vitathatatlanul ez tényleg a legjobb, mert ugye hát a svéd, akinek nyoma veszett, amit a Bacsó, mert valójában az Andor Tomé, az operatőr rendezte, az egy, hát mai szemmel nézve nem is, hát mindesetre jobb, mint amit Orbánék csináltak. Szóval... Most visszatérve az októberi vasárnapra, díjjelölés, valami fajta díjról tudsz, amire jelölve volt, vagy... Nem tudok róla. Nem tudsz róla. A András bármelyik későbbi filmjében valami fajta közreműködés, vagy láttad te egyébként az Andrásnak a későbbi filmjeit? Hát a Vörös grófnőt megnéztem, de szerintem a mi filmünk jobb. Az biztos, hogy így gondolja az ember, ha csinál egyet. Nem, én szerintem még én megnéztem most még egyszer az októberi vasárnapot, és megkértem az Ungvári Krisztiánt, hogy ő is nézze meg, aki írt a kiugrásról egy könyvet. Igen. És neki is nagyon tetszett. Világos.
Igen, na most már Magyarországon éltél elég hosszú ideig, amíg még élt az András. Találkoztatok ti, amikor Magyarországon éltél? Hát nézd, én legalább két alkalommal, lehet, hogy három alkalommal is levetítettük a Morsban is, a Politika Történeti Intézetben is a filmet. Igen. És egy mérsékelt sikerrel, hát általában ezekre a vetítésekre eljön. A tudod, melyik filmemre jött a legnagyobb közönség? Úgyhogy állni kellett. Nem is volt elég szék a Trockira. Uh-huh. Hát mert abból, a Trockiról a magyarok semmit nem tudtak. Igen. Most se tudnak. Most se sokat, igen. Tehát akkor, és akkor találkoztál az Andrással, tehát akkor ezekre ő is... Hát a vetítéseket természetesen meghívtuk, magától értetődik, és együtt mentünk el Franciaországba, a müncheni látogatás és a film után volt már. Nem, hát jó barátok maradtunk, de ez nem azt jelenti, hogy minden nap. Mi is jó barátok, hogy... Mi ketten is jó barátok. Abszolút, de mégse járunk össze rendszeresen, így van. Nem. Hát én már amúgy is senkivel nem járok össze. Világos, világos. De drága barátom, eljött az ebédidő, azt tudod? Jó, akkor hagylak is ebédre. De bármikor lenne kérdésed, engem elérsz. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szívesen, és ha csináltok egy emléktáblát, arra eljönnék. Meg fogom mondani az Andrásnak. És akkor átküldöm neked az emléktábla ügy meghívóját is, jó? Őt gyerekként azt hiszem, hogy ismertem. Hány éves az András? Hát én szerintem ilyen 55 körül. Hát akkor ismerhettem, nem? Abszolút, így van. Így van. Életben volt 75-ben? Szerintem már igen. Hát gyerekként ismertem akkor. Igen, igen. Nagyon szépen köszönöm, André, minden jót! Én köszönöm az érdeklődést, ahogy az egyenes beszédben mondja mindig a Róna Jegon. Minden ketten megköszönik.